Isten áldjon benneteket! A Biblia szerint látás nélkül elvész a nép. Vannak, akiknek téves a látásuk, másoknak pedig valószerűtlen. Néhány látás hiten alapszik, más pedig feltételezésen. Istennek az a terve, és az az akarata számunkra, hogy az életünk tele legyen látással. A látás hatalmas lehetőséget ad arra nekünk, hogy maradéktalanul az elhívásunk szerint éljünk. Nem mindenkit fog lelkesíteni, ha látásunk van. Egy vakember történetét a János Evangélium 9-ben fogjuk elolvasni, akit meggyógyított Jézus. Jézus visszaadta a látását. Amikor Isten szelleme működni kezd bennünk, akkor látást kapunk, és kezdhetjük úgy látni a dolgokat, hogy azelőtt soha. Sokan látnak természetes szinten, de szellemileg nem. Én most a látásról beszélek, nem a természetes fizikai látásról, amivel látjuk ugye a természetet, látjuk a színeket, meg tudjuk állapítani, hogy hol vagyunk, és egyebek. A bráírást egy Helen Kelly nevű hölgy találta ki. Egyszer megkérdezték tőle, hogy tud-e képzelni valami rosszabbat a vakságnál. Azt felelte, igen. Ha valakinek van szeme, és mégsem lát. Helen Kelly más szóval azt mondta, hogy van természetes látása, de nincs szellemi látása. Sok vezető csupán fenntartja a pozícióját, csak létezik. Jézus láthatóvá tette ezt az embert, akit olyanok vettek körül, akik csak természetes módon láttak, de szellemileg csak keveset, vagy semmit sem fogtak fel. Isten terve és akarata, hogy olyan személy legyél, akinek terve van az élete látással, akarata. A látás, ez Istentől való látás, a látás hatalmas lehetőségeket fog hozni, de nem mindenki fogja ezt örömmel venni. A János Evangélium 9:1-től mondjuk ezt. Jézus szombatnapon gyógyít. És amint eltávozik, lát egy embert, aki születésétől fogva vak, kérdezik őt a tanítványai, mondván, Mester, kivétkedett ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született. Felele Jézus, sem ez nem vétkedett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg a világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené azt a sarat a vak szemeire. És mondá néki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elmén ezért, és megmosakodik, és megjövi a látása. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és mondanékem, menj el a Siloam tavára, és mosdjál meg, miután pedig elmennék, és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki, hol van ő? Mondá, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá, és felnyit annak szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezik ezért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanéki, sarat tett a szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyik a farizeusok közül. Ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitja a szemeidet? Ő pedig mondá, hogy proféta. Nem hittek azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjövi a látása, míg nem előhívták a szüleit, akinek megjöve a látása. És kérdezik azokat, mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Feleléknek annak szülei, és mondának, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De mi módon lát most, nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő,
kérdezzétek meg őt, beszéljen ő magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondának annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták ezért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Okay. Isten terve és akarata, hogy olyan személyek legyünk, amelynek az élete terve van tudással és akarata, és ahogy mondtam, ez, hogy látásunk legyen, ezen a példán keresztül a 9-7-ben Jézus látást adott a vak embernek. Olyan, aki nem látott semmit. Olyan embernek, ugye a 9-7 azt mondja, hogy ezt mondani ki, menj el, mosakodj meg a Siloam tavába, ami azt jelenti, hogy küldött. Elmenne azért, hogy mosakodik és megjöve látva. Ez a küldött, tudjuk, ezek a misszió. A Siloam tava az egy élő folyóvíz volt. Összehasonlítottam a Siloamot a Betesdával. A Betesda négy lyukú tornász, ott egy állóvíz volt, ott feküdt a betegek sokasága, és csak időnként zavarodott fel a tó. A Siloam tava az pedig egy nem állóvíz volt, hanem egy folyóvíz, ugye? Az élő víz volt, és Jézus oda küldte el a vak fiú. Ha megnézzük a Szentírásba ezeket az embereket, és a különböző akadályokba, amiben a vak ütközött a részükről. Szellemi látásuk nem volt, a vak fiúval kapcsolatban egyedül Jézusnak volt, aki elküldötte. A tanítványok az elemző szellemet képviselik. Mit jelent az, hogy elemző? Tehát amikor egy problémára összpontosítanak, és azt kielemezik. Tehát mi is ki fogjuk most elemezni ennek a vaknak a történetét, hogy mit gondoltak, mit gondolt a szomszéd, mit gondoltak a farizeusok, mit gondoltak a szülők, és mindjárt meg fogjuk nézni. Jézus a válasz mellett kötelezte el magát. Jézus ma is ugyanazt mondja, amit 2000 évvel ezelőtt, mindez benne van a nagy megbízatásban. Tanítványok embereket, képezzük őket, és kereszteljük meg, és szabadítsuk fel őket, és küldjük ki őket, hogy tanítványokká legyenek. Sok cselekedet ez, tehát el kell menni, és csinálni kell. Ne összpontosíts mindig a problémára, hanem kövess Jézus szellemét, és kötelezd el magad a válasz mellett. János 9.2 az a tanítványokról szól. A kettes így szól, és kérdezzék őt a tanítványai, mondván, Mester kivétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született. A 8-as a fele barátokról szól, azt mondja, a szomszédok azért, akik azelőtt látták, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Tehát a szomszédok. A 13-as szól a farizeusokról, vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz, ugye? És aztán a 18-as szól a zsidókról, azt mondja, hogy nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjöve a látása, hanem elhívák őt, annak szüleit, akinek megjövén a látása. És hát ugye a 20-as pedig a szülőkről szól. Felelének néki azért annak szülei, és mondán, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon születe a látás hiányát tükrözi minden. A tanítványok ebben az esetben az elemzést képviselték. Tehát miről van szó? Kivétkezett ez év, vagy annak szülei, hogy vakon született, elkezdték elemezgetni. A 3-4-5-öt, ahogy felolvastuk, ugye Jézus elmondja az ő válasz, hogy amíg a világon vagyok, ez a 3-4-5-9-3-4-5, ugye nekem gyógyítanom kell. Sok ember csak a különböző okokat keres, hogy miért. A tanítványok a problémára összpontosítottak. Sokan az egyházban csak a problémára néznek. Ez egy pszichológiai eset is. Az egyház a félelemtől le van bénulva. Miért vak? Mi kinek a bűne? Jézus választ ad, ő elkötelezte magát. Annyira elfoglalhatjuk magunkat, lefoglalhatjuk minket, akár az érvelés, akár az okkeresés, hogy elfelejtkezünk róla, hogy kimenjünk és megcsináljuk a munkát akár. Sokan mindig másoktól várják, majd más megcsinálja, majd más üdvözíti, majd más megteszi. Annyi lelki gondozást kapnak már néhányan,
hogy már lassan a lelki gondozónak lesz szüksége arra, hogy őt gondozza már valaki, mert a tanítványok már annyira lehúznak minket. Ez az igazság. Gyógyulni akar mindenki. Ha rátekintünk valakire, akkor meglátjuk, hogy miért van ott, ahol van. A múlt, a szája, a szavak, amiről gondolkodik. Az ige azt mondja, akit Isten megszabadít, az igazán szabaddá válik. Tehát eljön a nap, amikor neked és nekem is fel kell kelni, és megtenni, amire Isten elhívott. Ne összpontosíts állandóan a problémádra. Ha Jézus példáját kövessük, akkor elkötelezzük magunkat valójában a válasz adásra. Menjünk tovább. Nézzük meg, a szomszédok az ismerősség szellemét képviselték, ugye ezt a 8-tól 12-ig felolvasta István. Ez a második csapda. Akik előzőleg ismerték a fiút, tudták, hogy vak volt, és látták, hogy most lát. Problémáik támadtak a meggyógyulta. Hát az volt a problémájuk, hogy ez az ismerősük volt, és hogy tudták, hogy ő vak, és hogy most lát. Ha azoknak a magatartása uralkodik rajtunk, akik előzőleg ismertek, akkor sosem leszünk szabadok attól, amivel Isten akar látni. Mert ha meggondolod, te is, én is rengeteget változtunk, mióta az Úrban jártunk. De az ismerősök régen látta, Kenneth Hagin régen minden ajtót ki tudott nyitni. És aztán találkozott egyszer egy ilyen régi társával, soha nem vett részt a tolvajkodásba, de kinyitotta nekik az ajtót. Azok loptak. De Kenneth Hagin ember nem vett részt, és egyszer csak találkoztak Kenneth Hagin evel a régi, akik lopótárs volt. Hát ő nem lopott, és akkor akarta őt csábítani, és azt mondta, az a régi ember már meghalt. Én nem vagyok veled közösségbe többet, én a bűnnel nem vállalok fel közösséget. És elment, tehát a férfi megsértődött. Tehát nekünk azzá kell válni, amit Isten akar látni. Ha azokkal a régi világból valókkal megyünk, ugyanúgy a régi barátok isznak, ugyanúgy bántsák az embereket, ugyanúgy visszájkodnak, gyűlölködnek. Tehát Isten azt akarja, hogy rád se ismerjenek azok, akik korábban is ismertek, és ez fontos. A feltámadás után Jézus sem ismerték fel azok, akik korábban ismerték. Alig ismert rá Mária Magdolna, ugye? Ő találkozott vele az Emmauszi úton. A szomszédok azokat képviselik, akik jól ismernek téged és engem. Ismerik a gyengeségeinket, a múltbeli hibáinkat. Tudják, hogy Isten nem tud téged, vagy nem használni az ő hitük szerint. Azt mondja, hát ez az Ácsnak a fia. Hol van itt a bölcsesség? Sehol nincsen. Lehet, hogy rólad is azt mondják, te akarsz szolgálni, te. Evel a képességgel, az én hitem szerint sose lesz belőled semmi. Evel a gyenge nőies jellemmel, te soha nem leszel pásztor és egyebek. Tehát ne uralkodjon rajtad az ő gondolkodásuk, mert ők nem úgy látnak, ahogy Isten. És te sem úgy látsz. Ha vezetőket akarunk kinevelni, akkor teret kell adni nekik a növekedéshez, a változáshoz. És én bizony nem engedem meg, hogy mások határoljanak be az életemet és a szolgálatom szintjét. Ahhoz nincsen köze az embereknek, hanem azt akarja, hogy sokasodjunk és szaporodjunk. Engem nem érdekelnek az emberi látások és akaratok. Nem érdekel ilyen értelemben a tömeg. Én nem a tömeget követem, hanem Istent, és téged sem. Ne engedd, hogy mások határozzák meg az életedet, a szolgálat szintjét. Istenre bízzuk. Tehát a látásnak ellensége az, amikor az embert az ismerősei uralják. Hát ez vak volt, sose az életed nem fog meggyógyulni, ugye? Hogy lehet az, hogy kinyílt a szeme? Hát úgy, hogy Jézus meggyógyította, minket is meg tud gyógyítani. Tehát Isten az életünket látja telve lehetőségekkel, és a szellemi szemeinken keresztül vezet minket. Lehet, hogy a ismerősöd szemébe, hát te aztán egy nagy semmi vagy, de Jézus is beszélt róla, senki sem proféta a saját hazájában. Emberek túl jól ismernek minket, és mindent tudnak rólunk. De azt tudom mondani, hogy az egyik legnagyobb kulcs a szolgálatban, hogy ne zárjuk be az embereket oda, ahol régebben voltak. Jézus azt mondja, aki ivott, többet ne igyék. Aki paráználkodott, többet ne vétkezzék. Mi milyen változásra vagyunk ítélve. Tehát ne uralkodjon rajtunk a hiba, amit egyszer elkövettünk.
Ha a vezetőket akarunk kiképezni, meg kell adni nekik a lehetőséget, ahol felnövekedhetnek, a Biblia iskola a legjobb példa, és lehetőséget kell adni, hogy változzanak. Nem azért fogunk akár ítéletet kapni, hogy egykor milyenek voltunk, hanem hogy hogyan futottuk be a futásunkat, hogyan sáfárkodtunk a szeretettel, az új szövetség gyümölcseivel és egyebekkel, ugye? Tehát ítéletet mi azért nem kapunk, mert minden bűnünk megbocsájtatott. Ne engedd meg, hogy mások szabják meg a szintet, hogy te ki legyél. Mert az emberek csak intenek, ti most nem látjátok a CD-n keresztül, csak intenek, legyintenek. Hát vak volt. Na, hogy lát? A látás ellensége az, hogy olyan emberek uralkodjanak rajtunk, akik túl jól ismernek minket. Persze ez elsősorban a környezetünk. Mit akar ez? Följebb menni? Mit akar ez? Meggyógyulni? Mit akar ez? Gazdagod? Ó, nem nézem ki belőle, úgyse jön valóságba. Ez a szomszédnak a mentalitása, és a családunknak néha. A tanítványok az elemzés, a szomszédok az ismerősség szellemét képviselték. A következő csoport, a farizeusok, akik a vallás szellemét képviselték. A farizeusok szelleme az vallásos szellem, ezt tudnod kell. Ők sosem látják meg, mi van Istentől. Minden tömegben van farizeus. Ha a látással rendelkező ember akarsz lenni, nem uralkodhat le az ő látásuk. A farizeusok csak a szabatot látták. Azt mondják, ez nem lehet Istentől. Ez a farizeusi szellem. Rögtön kijelenti. Ez nem lehet Istentől, hogy te meggyógyuljál. Vakoltál, ez nem lehet, hogy te lássál. Ez nem lehet, ez nem gyógyulhat meg. Nem, ez nem lehet, fizikai sikon. Jézus viszont gyakran gyógyított szombatnapon, ugye szabadkor nem szabad gyógyítani. Ezt észrevették, és ez nem volt véletlen. Isten nagyon sokszor nem úgy tesz dolgokat, hogy mi elvárjuk tőle. Lehet, hogy vak voltam, de most látok. Érted? Lehet, hogy beteg voltam, de most nem vagyok beteg. Lehet, hogy szegény voltam, de Jézus gazdaggá tett. Lehet, hogy vak voltam, de Jézus meggyógyított engem. Isten nem ad olyan látást majd, ami mindenkinek a gondolkodásával egyezik. Főleg nem a mi hitünkkel. A farizeusi szellem mindig megosztást fog okozni. Nagyon sok embert külső dolgok irányítanak, mint a fülbevaló, az ékszer, ezért elvesztik az üdvösség csodáját is. A szomszédokra visszatérve, ők látták, nem azért az a koldus, aki koldulni szokott. Hol van ő? Nem tudom, vak voltam. Amikor te elkezdesz látni, nem mindenkinek fogja megnyerni a tetszését. Ő az, aki előbb még vak volt, azt már csak azt látják, hogy csak vakok voltunk, és már látunk. És már látunk. Mondjuk együtt. Vak voltam, de most már látok. Látok a szellemvilágba. Amen. És akkor elkezded Istent szolgálni. Az csodálatos, mert az Isten által kapott lehetőségeket meg fogod látni. Isten megnyitja a szívedet, a szemedet, Isten által kapsz lehetőségeket. A farizeusok telve voltak kétséggel. Olyan szellemiséggel rendelkeztek, ami a látás ellensége volt. Tehát akkor megkérdőjelezzük a másik hitét, megkérdőjelezzük azt a valóságot, az olyan szellemiséggel rendelkeznek, ami a látás ellensége volt. Ha mi módon jött meg a látása? A farizeusok közötti szakadás lett. Az egyik azt mondta, nem Istentől van, nem is tartja meg a szombatot, a másik azt mondja, mi módon tehet ilyen jeleket bűnös ember? De a farizeusok szelleme vallásos. Megkérdőjelez és kételkedik a látásban. Ha a látásra rendelkező ember akarsz lenni, akkor nem uralkodhat rajtad ez a fajta hozzáállás. Az egyikünkön sem. Nem szabad a hitet megkérdőjelezni. Nem szabad megkérdőjelezni, ha valaki csodát kap. Akkor is, ha mi nem kaptunk csodát. A legtöbbször azt mondják, az emberek magukba indulnak ki. Hát én nem láttam. Én nem tudom. Én nem látok be a szellemvilágba. Én nem érzékelem ezt, én nem érzékelem azt. De az nem lehetséges, az nem Istentől van. Ördögtől van, és azt mondják, ördög. Hát Belzebub nem fog minket meggyógyítani. A sarat csinálni, hát ez nem fér bele mindenki gondolkodás módjába. Ugye? A Biblia azt mondja, ne uralkodjék rajtunk ilyenfajta hozzáállás. Még a farizeusok közötti szakadás volt. A farizeusi szellem mindig szakadást fog okozni, megosztást fog. Az ilyenfajta hozzáállás
ez vallásos, Isten csodái mellett elsétál, és ez az ember vakult, és úgy gyógyította meg Jézus, hogy leköpött és sarat csinált. Amikor megemlítette, nem mondta el, hogy Jézus köpött, sarat csinált, azt mondja az ige. Hála Istennek, hogy nem tudjuk, hogy Isten hogyan fogja véghez vinni az ő célját a mi életünkbe. Ha mindig tudnánk, lehet, hogy nem örülnénk neki, és nem lennénk olyan lelkesek. Egyet tudunk, hogy meg akarunk gyógyulni. Amen! 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 Mindenki, aki hallja, meg akar gyógyulni. És ez meglepetés tartozik ugye az életünknél, a kalandos. Nem szabad, hogy ez a vallásos szellem uraljon le minket, a kétség, a hitetlenség, ugye? És még szakadás is legyen a környezetben. Az csak azt veszi észre a héten, hogy milyen nap van, vagy hogyan nézünk ki, vagy hogyan beszélünk, ki ott van a környezetünkben. Isten fia megszabadított minket, és felemelkedtünk ezen a vallásos szellemen. Isten a forrásunk, sok emberen uralkodik a külsőség. Ilyenek a farizeusok, és a férfiak fülbe valóban járnak. Néhány ember ezt megbotránkoztatja, tehát annyira lefoglalja őket annak a nézése, hogy egy férfin fülbe való van, vagy szakadt nadrág, vagy tele van tetoválással, hogy a megtérést is elfelejti. De Istennek legyen a hála, hogy ő nem a külsőségekre, a láthatókra néz, és megvan az ereje Istennek arra, megváltoztassa a hitetlen szíveket, és megváltoztassa a szívünket. Ha látással rendelkező ember akarsz lenni, nem uralkodhat rajtad a vallásos szellem. Mert a vallásos látásmód mindig a láthatókra néz, az pedig nem a hit. A láthatatlanra nézve nyerjük meg Istentől az ígéreteket. Most mindegy, hogy vakok vagyunk, vagy jólátók. Meg akarjuk nyerni? Igen. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Én akarok látni. És meg is szabadulunk, bármi is legyen, bármilyen szellemi vakság, bármilyen fizikai vakság. Isten meg akarja nyitni a szellemet az ő dolgaira, és a szellemi dolgokra, hogy az ő céljait betölts. A negyedik embercsoport a zsidók voltak, ugye ez a 17-től 19-es versig, ők a hitetlenség szellemét képviselték. A képtelnek voltak elhinni, amíg a szülőkkel nem beszéltek. A hitetlenség szelleme általában mindig bennünk kezdődik, könnyen irányíthat minket, amit önmagunkról tudunk. Mert nekünk valami nem, ha velünk az nem történt meg. És akkor másokkal sem történhet meg. És ez egy hitetlenséget képvisel, ugye? Könnyen irányíthat minket az, amit mi önmagunk átéltünk, és önmagunkról tudunk. Ki kell építeni magadban az Isten szerinti önbizalmat. Ez a Zsidó Levél 10.35. Nézzük meg, mit ír itt ez a Szentírás. Zsidó Levél 10.35. Tehát ne dobjuk el a bizalmunkat, melynek nagy jutalma van. Az Isten szerint való magabiztosság gyümölcsét fogja teremni az életünkben. De igen, az ellenség hitetlenséget akar plantálni. Hát ez egy nehéz helyzet, mondom nektek. A látás mindig túlemel a természetes képességeit határán. Nagyon kell vigyáznunk, amikor a környezetünkben hitetlenség szelleme van. Amikor meg akarjuk valósítani Istennek az életünkre vonatkozó tervét. Nem a pénzhiány, nem a egészséghiány. És érted-e, hogy miről beszélek? Hogy le kell győznöd a hitetlenség szellemét, ha meg akarod valósítani Istennek az életedre vonatkozó tervét. Mert lehet, hogy rád néz valaki a környezetbe, a szomszédok rád néznek, azt mondják, sose gyógyul meg. Neked ezen túl kell lépni, ez nem egy kis dolog. Hogy túl tudjál ezen lépni, hogy le tud győzni azt az akadályt, amit a külső környezet magába plantált, mert neki talán lehetetlen, de neked Istennel minden lehetséges, és nekünk is, mi Istennel minden lehetséges, hogy legyőzünk bármilyen akadályt, hogy ne gondoljunk azokra a dolgokra. Ez nagy hit kell, hogy le tudjuk győzni a külső környezetnek a hitetlenségét, a család hitetlenségét. A környezet hitetlensége. Sok lúd disznót győz, azt mondják. A környezet hitetlensége le akar minket győzni. Ez az igazság. Mindannyiunkat, ez az anyagiakba, a gyógyulásba, a kapcsolatainkba, a körülményeinkbe, bármibe. Le kell győznünk a hitetlenség szellemét. A környezet. Látjátok, hogy mi minden volt itt. Itt volt a vallásosság szelleme, ugye itt volt a szomszédok, a tanítványok, az elemzés szelleme, a farizeusi szelleme, a hitetlenség szelleme. A hitetlenség a legnagyobb ellenerő a hitben. Le kell győznünk a hitetlenség szellemét, ha meg akarjuk valósítani Istennek az életünkre vonatkozó tervét.
A látás mindig túlemel a természetes képességeink határán. Swiss-Wig Evers egy hatalmas elhívottja volt Istennek, és amikor eljutott a hitének a határára, akkor Isten kérte, Uram, eljutottam a végső határomig, és segíts feltámasztani ezt a halottat. A legtöbb halottat ő támasztotta fel. Ő volt a hitapostola. Valamit tanuljunk tőle. Hát nekünk arra volna szükségünk, hogy akár a lábunk meggyógyuljon, akár a fülünk, akár a szemünk, akár a fejünk, bármi. Ezen túl kell lépjünk a környezetünk hitetlenségén, aki a láthatókra tekint. A mi hitünk az, ami legyőzi a világot. És ez nem könnyű. Megállni a környezet hitetlenségének a szellemével. Le kell győznünk. És nem az irányít, hogy mink nincs még. Hogy nincs meg a gyógyulásunk, hogy nincs meg a pénzünk, hogy nincsenek emberek, hogy nincs eredmény. Ellenség az előszeretettel veti el bennünk, és a családunkba, a környezetünkbe a hitetlenség magvát. És ő azt akarja, hogy azt lásd, hogy ne láss, hogy vakulj meg. Hogy lásd, hogy milyen nehéz ez az ügy. Hogy szégyent fogsz vallani a hited miatt. Ki kell építeni magadban a hitet. És a hitetlenség nem velünk kezdődik. Lajnába szolgáltunk Istvánnal, és egy komoly vezetővel, és kaptunk egy kegyelmi ajándékot, hogy mi imádkozhattunk a vakokért és gyengénlátókért. És egy 16 dioptriás gyereknek a szeme meggyógyult. De az anyja nem hitte. Ott a színpadon még mindent látott szemüveg nélkül. És mire az anyjához ért, már elvesztette a látását. Ezt teszi a hitetlenség. Kételkedés legyőzni. Ez nem könnyű. De nekünk kell úrrá lenni. Nekünk, akik gyógyulni akarunk, akik boldogulni akarunk, akik előre akarunk haladni. Jában nem látunk most még megoldást. Ennek a hiánya még jobban kell ösztönözni, hogy igenis látni fogom. Látom a győzelmet, látom, most az enyém, most gyógyultam meg, most bövölködök, most kaptam meg ezt, most kaptam meg azt, amire csak szükségem van, most van itt a társa. Le kell győznünk a hitetlenség szellemét. A látás mindig túlemel a természetes képességeink határán. Mit jelent ez az, hogy a látás mindig túlemel a természetes képességeink határán? A természetes látásban egy vak nem láthat, ugye? De amikor kapunk Istentől egy látást, és kapsz egy igét, hogy bővölködést kaptál, hogy gyógyulást kaptál, Krisztus sebeibe meggyógyultál, akkor az túl kell emeljen minket a hitetlenséget. A szülők beszéltek, ők sem hitték el. Hitetlenséggel voltak telve. Ez a zsidó levél 10. fejezetének 35-öst is hozzáolvasom. Az volt. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Dicsőség Istennek. Nekünk el kell nyerni az ígéreteket. Ezen nem mindig könnyű a környezetünknek a hitetlenségen túlépni. Amikor mi kiárasztjuk a hitünket, hogy hitben fogunk cselekedni, akkor mindenki ellenünk fog fordulni. Az egész világ. Viszálykodás fog kialakulni körülöttünk. És mindenki azt mondja, mit képzelsz te magadra? Milyen sokat képzelesz? Valójában mi nem arról szól ez, amikor mi győzelembe akarunk menni, és egy magasabb szintre lépni, akár a gyógyulás, bármilyen probléma területén, hanem Istennek tetsző életet akarunk élni. De néha ezt a környezetünk nem díjazza. Mindennek elmondanak és elhordanak minket. És megpróbálnak kirángatni a hitből. Isten kegyelme az, ami minket hitben tud ilyenkor tartani, ez az igazság, ezt is megtapasztaltátok. Tehát nem a láthatókra nézünk. Tehát a zsidók ugye a hitetlenséget képviselték. A hitetlenség szelleme a legerőteljesebb szellem az életünkben, ami támad először bennünk, aztán a környezeten. Tehát el kell kezdenünk hinni, és azt, hogy amit Isten mond rólunk, amit most felolvasott az István, tehát az ellenség a hitetlenséggel akarja kiplantálni belőlünk a hitet, és elhitetni velünk, hogy nincs győzelem a számunkra, a te helyzetedbe. Azt mondja a sátán. Isten pedig ilyeneket nem állít. Azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Amen. János 9-ben és a 21-től olvassuk. De mi módon lát, most nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Ezt a szülők mondják. Elég idős már
őt kérdezzétek, ő beszélje magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelé ezért, és mondta, ha bűnös, én nem tudom, egyet tudok. Noha, vak voltam, most látom. Újra mondták pedig néki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felele nékik, már mondtam néktek, és nem hallottátok, miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazzák azért őt, és mondának, te vagy az ő tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessal beszélt Isten, róla pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felelé az ember, és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallja meg. Öröktől fogva nem hallatték, hogy vakon születettnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne. Felelének és mondák néki, te minden estő bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Meghal a Jézus, hogy kiveték őt, és találkozván vele mondanék ki, hiszed-e te az Isten fiában? Felele Jézus mondta, ki az Uram, hogy higgyek ő benne? Mondta neki Jézus. Láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Ő pedig mondta, hiszek Uram, és imádd el őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, és akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondának néki, avagy mi is vakok vagyunk-e, mondanékik Jézus. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Ez gyönyörű történet, és nagyon tanulságos. Hát a sátán mindig a hitetlenség által akar uralkodni rajtunk, és hogy azon gondolkozzál, hogy milyen kevés a te forrásod, a te lehetőséged. Szeretné mindenféle hiány uralkodna rajtad, el akarja vetni a hitetlenségnek a magját a szívedben. Most, hogy az ember már látott, és be akarta tölteni Isten tervét az életben, így most mindenki elkezdett csodálkozni. A hitetlenség veszélyes dolog. Olyan hívővé kell válnunk, akik teljes mértékben hisznek, hogy bekövetkezik Isten terve az életünkben, mert Isten akarata a gyógyulás, a boldogulás. A látás mindig tovább visz mindannyiunkat a természetes képességeinkkel. Mindig tovább visz. A hitetlenség valóságos dologgá válhat magunkba, és másokon is. És egyik hitetlensége a másikra át tud áradni. Ezért el kell kötelezni magad, hogy te azt nem fogadod be a másikét, és legyőzöd azt Jézus nevében. Tehát a ötödik embercsoport a szülőkből áll, mert gyönyörű gyógyító kenet van ma itt. Az ötödik embercsoport a szülőkből áll. A szülők a félelem szellemét képviselték. Fantasztikus. Féltek a szülők. Nagyon. Ez a 20-23 vers. Miért féltek? Hát a farizeusoktól féltek. Távol tartották magukat a csodától. Nem kell nekem a csoda. Mit fognak szólni a szomszédok? Mit fognak szólni a vezetők, a papok? El se temetnek talán. Nem, nem kell ez nekem. Sokakat megvakít az, amiről azt gondolják, hogy tudták, hogy tudják. Mi az, ami megvakíthat? Hát ez a hitetlenség, a kétség, a farizeusság. Ők azt tudják. Azt mondja, én ezt tudom. Tudom. Annyira, hogy mozgósítsák még a környezetet is. És azt mondják, normális ez? Ez meg akar gyógyulni Krisztusban? Hát nézd rá. Tehát a látásodat nekünk arra kell építeni, amiről tudjuk, hogy az életünkre vonatkozó igazság. Ha te ma
meg akarsz gyógyulni. Te, aki hallod ezt a tanítást, tehát a látásod lehet ott, hogy te meggyógyultál Krisztus sebeiben, hogy a te imád már meghallgatást nyert múlt időben, mert mi nem tekintünk a láthatókra, hanem a láthatatlanokra. Tehát a látásunkat arra építjük, nem arra, amit most látunk, mert ha látunk, lehet, hogy sírni kéne a testünk, a lábunk, a körülményeink fele, de mi nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert azok a örökké valók. Az ígéretek azok mindig a láthatatlanban, hitvilágban működnek, és az ígéreteket először a láthatatlan világba vesszük magunkévá, és részünké tesszük, és hiszünk. Ez mindig így kezdődik a hit, hogy hisszük, amit nem látunk. Tehát ez fontos, nem engedem be a hitetlenséget, a kétséget. Ismerni kell az igazságot, és engedned kell, hogy látás plantáljon az életedbe. Légy az, amivel Isten elhívott, kelj fel és válts valóra Istennek az életedre vonatkozó látását, gyógyulj meg, égy gyümölcsözően a Jézus nevében. Tehát a szülők féltek, távol tartották magukat. Hát ő a mi fiunk ugyan, de bakon született. Bak volt idáig. Hogy mi módon lát? Hát mi azt nem tudjuk. Hogy kinyitotta meg a szemét? Mi azt nem tudjuk. Elég időse, menjetek, kérdezzétek meg. Még csak megjegyzésünk sincs. A családnak a belső ügyét bizalmasan kezeljék, mert fájdalmas időket élünk meg. Tehát a sátán mit csinál? Elfelejteti, hogy Isten milyen jót tett. És ez nem jó. Itt vannak a szülők. Ó, mi nem tudjuk, ki nyitotta meg a szemét. Isten őriz, hogy kimondjuk Jézus nevét, ugye? A születése óta vak volt, hogy mi történt, mi nem tudjuk. Nem akartak a csodáról tudomást venni. Nem akartak Jézusról. Hát de mama, én látlak. Anyám, körbeveszlek téged. Jaj, ne, a mama összeomol, ugye? Féltek. Féltek a szülők, a zsidóktól. A csoda milyen színbe fogja feltüntetni őket. Mit fog szólni a környezet? Mit fognak szólni a vezetők? Féltek attól, hogy kivetetnek a falujukból, a zsinagógából, az ő ismeretségi körükből. Sokszor az emberek attól félnek, hogy az a látás, az a csoda, ami történt velük, hogy milyen színbe tünteti fel őket. És ez kínos volt a szülők számára. És az emberekbe elkezdett uralkodni a szülőkbe a félelem. És ezek a leginkább azok az emberek, akiket nagyon szeretünk. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy azok a látások, amit Isten nekünk adott, hogy ezt a környezetünk kirabolja, kilopja, akármennyire szeretjük őket. Mert a környezetünk hitetlen. Hogy a középszerűségbe visszamenjünk. Mert nincs hitük az embereknek. Nincs hitük. Környezetünk lehúz. Még akkor is, ha néha ők hitben járnak. Ez az igazság. Isten bocsásson meg neki. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a dolgok és a környezet leuraljanak. A tanítványok rákérdezték, hogy mitől lett vak. A szomszédok azt mondták, hát mi módon történt vele a csoda. Ez a 10-esben volt. A 15-es versben a farizeusok azt kérdezték, hogyan? A zsidók azt mondták, nem hisszük, amíg a szülőktől nem hallották. A szülők azt mondták, hát nem tudjuk, hogyan történt. Nézzétek meg! Nézzétek meg ezeket a szavakat! Van valami hit ebbe? Semmi, sehol! Mindenhol csak a kérdőjelek. A 24-es vers azt mondja, Jézusról beszéltek, mi tudjuk, hogy ő egy bűnös. Az egyedül ember, aki nem ismerte a bűnt. Mivel tituláltál? Hogy ő bűnös? Róla beszéltek. Sok embert megvakítja, hogy azt gondolják, hogy ők tudják, ők ismerik, hogy nem veszik észre Isten tervét, célját. Mert ők nem látják, mert ők nem érzékelik. És számukra ez egy misztikum. Az Isten ígéje tele van igazsággal az életünkre. A Biblia ismerete fog minket megszabadítani, és a látásodat Isten akaratára és igéjére kell felépíteni. Minden a könyvben van ahhoz, hogy betöltsük Isten tervét és célját. Ismernünk kell az igazságot, és engednünk kell. Látást kell építeni magunkba. És mindig lesznek emberek körülöttünk, akik azt gondolják, hogy ők tudják. Mindig lesznek emberek, akik azt gondolják, hogy ők tudják. És mi, akik hiszünk, tévesen hiszünk. Vak voltam, és most látok. Ezt tudom, hogy most látok. Hát mit csináltak veled? Már mondtam néktek, mondja 29-es vers. Jézusra nem tudták, honnan való.
Ez az igazi probléma. Sok ember vallásos, és nem ismerik Jézust. A látás pedig arra alapozódik, hogy kicsoda Jézus a mi életünk, a gyógyítónk, a szabadítónk. És nem mindenki tudja ezt meglátni. Mert némelyekben úgy uralkodik, és ez uralkodik, hogy úgy gondolják, hogy ők tudják. De mit? A hitetlenséget. Másokon az elemzés uralkodik. Túl jól ismernek minket. Mit akarsz, te nyomorult és szegény? Túl jól ismerlek téged ahhoz, hogy te nem fogsz kijönni sose. Hát ezt már elátkozzuk azonnal. Ahhoz, hogy felszabadítsunk magunkat, amire Isten elhívott, ahhoz nekünk nagy hitben kell lenni. És bizony nap, mint nap meg kell állni a sajnálkodó szemekkel, a hitetlenséggel, a mindenféle ítélgetéssel, még akkor is az jó indulatú és jó szándékú. De az mindkinekünk a betegségünket okozza, a hitetlenség a környezetnek, akkor is a szeretőek. Másokon a hitetlenség szelleme van, másokon a félelem. Hát rajtunk ezt nem szabad, hogy uralkodjon, hogy minket milyen színbe tüntetnek fel. Mert ez nekünk nagyon sokba fog kerülni. Amikor az emberek megmérnek és megítélnek, óhatatlan, nem tudjuk, mert nem tudjuk a gondolataikat, nem tudjuk, hogy mi van a szívükben. Egyet tudunk, hogy mi hitbe akarunk járni, egyet tudunk, hogy mi meg akarunk gyógyulni, egyet tudunk, hogy győztesek akarunk lenni a látható körülmények ellenére. És ez az, ami le kell győzze a mások hitetlenségét, a szomszédokét, a farizeusokét, a félelemteljesek környezetét és egyebeket. És ebben változni kell a környezetünknek. A mi hitünk az, ami legyőzi a világot. És a mi hitünk kell az, ami felemelje a környezetünket. Amen, 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 amen. Tehát ez nekem lehet, hogy sokba fog kerülni. Nagy hitbe, de megéri. Mert fogom látni az élők földjén a mi Istenünket, és fogom látni azt, amit talán eddig nem láttam. Mert lehet, hogy vak voltam, és most látok. És most látok. Lehet, hogy rákos vagy beteg volt az a test. És most látom a gyógyulást, először hitben, és nem érdekel, hogy kinek mi a véleménye. Nincs jelentősége. Én mit hiszek? És Isten az én hitemet jutalmazza meg. Tehát legyél hűséges arra, amire Isten elhívott. Töltsd be az Istentől kapott látást, és élj egy gyümölcsöző, áldott életet a Jézus nevében. Amen. Dicsérünk, Uram, ma magasztalunk téged. Köszönjük az igédet, és köszönjük a hitet. Köszönjük, hogy megismerhettük az igazságot, Uram. És kitartunk, kijelentjük a menny, a pokol és a föld felé. És itt a gyógyító kenet a vesébe. És itt a gyógyító kenet a hasba. És itt a fejbe. És itt a szembe. És itt a fülbe a gyógyító kenet. A fogakban van gyógyító kenet. A lábakba. És dalanak múlik el. És a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított minket a bűn, a halál törvényétől, a bacillusoktól, a vírusoktól. Hatalmas gyógyító kenet van a vesébe. Az ujjakba, a kézbe. Rákbetegségre emelkedett fel a gyógyító kenet. Cukorbetegségre. Köszönjük Istennek. Hatalmas a hitünk benned, Uram! Köszönjük a helyreállítást. A fogba hatalmas. A szembe hatalmas. Hályogok húrnak le. Mindaz, ami eddig elnyomott, világossá válik. És nem jársz a sötétben. Mert világosságra lettél elhívva. Dicsőség Istennek. Hatalmas a gyógyító kenet a lábba most. Hasi szervekbe, epébe, májba emelkedett fel a gyógyító kenet. A szívbe. Mély munkát végez az Úr. A fejbe. A fejbe, a múlt elmúlt, ne gondolkozz rajta. Győzz le minden hitetlenséget. Mert mi a hit győzelmére lettünk elhívva Isten dicsőségére. A Jézus nevében. Amen. Amen.